A kosárlabda extraligában gyorsan követik egymást a fordulók, ezért most egyszerre két találkozóról tudósítunk. A táblázat harmadik és negyedik helyzetjének összecsapását, a Komárom-Privigye mérkőzést nagy küzdelem és jó színvonal jellemezte. A vendégcsapat kemény ellenfélnek bizonyult. Erejét az is jelezte, hogy sorozatban 6 mérkőzésen nem szenvedett vereséget. Mondhatni, hogy az egész mérkőzés során a privigyei csapat tartotta kezében a játék irányítását, és főleg a távoli 3 pontot érő sikeres dobásainak köszönhetően győzött Komáromban 82-69 arányban. A Hanglova elleni hazai mérkőzést már egészen más képet mutatott. Az igaz, hogy a táblázat 7. helyezettje minden csapat ellen keményen helytáll, nagyon tud küzdeni, de a komáromi mérkőzésen nem volt semmi esélye a győzelemre. Végig a mi csapatunk tartotta kezében a játék irányítását, és már az első félidőben 20 pontnyi előnyt harcoltak ki kosarasaink. A második félidőben még tovább növelte előnyét a hazai csapat, így a játék végén a hazai edző a csapat minden játékosának lehetőséget adott a játékra. A vendégcsapat így egy kicsit szépíteni tudott, de a 20 pontos vereséget így sem tudta elkerülni. Kosarasaink 92-72 arányban győztek.